kanizsai foglalkoztatási paktumnak ünnepélyes aláírására kérem fáradatomásnak. A projektben konzorciumi partnerként a kanizsai önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a Nagykanizsa és környéke foglalkoztatási, szociális és közművelődési non-profit Kft. Dolgozik együtt. A konzorcium irányító csoportjának elnöke Polai György lett. A Gyesről, Gyedről visszatérő személyeknek a toborzását már most megkezdtük, akik állást szeretnének, munkahelyet szeretnének keresni maguknak. Például most jövő héten, december 6-án egy ilyen Mikulás nappal összekötött toborzási szakmai napot szervezünk számukra. A teljes programra 425 millió forint áll rendelkezésre. Az itt levő pénzek a gazdaságot segítsék, legalábbis 60%-a, vagyis olyan munkaerőt vonjunk be, és olyat képezünk, amire a gazdaságnak szüksége van. Minden nyugtaknak. A foglalkoztatás növelése, a gazdaság erősítése a város érdekét szolgálja, hangsúlyozta a polgármester. A cégeink iparüzési adóbevételei is a város felé nőni fognak, tehát ez egy olyan program, amelyben mindenki jól jár. A kormányhivatal munkaügyi csoportja a koordinációs feladatok ellátásában is részt vesz. Most már adokat a munkavállalókat célozzuk meg, szeretnénk visszavezetni a munkaerőpiacra, akiknek nem megfelelő a szakképzettségük, illetve egyéb más okuk miatt nem tudtak elhelyezkedni. Gondolok itt arra, hogy a mobilitással vannak problémáik. A 3 éves program ideje alatt 300 embert szeretnének munkalehetőséghez juttatni.